Harmónia Művészeti Iskola előadásával kezdődött az Újrafestett Valóság című vándorkiállítás. A tárlatot Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki beszédében az alkotás folyamatát egy igaz gyöngy megszületéséhez hasonlította. Az esélyegyenlőségi kiállítás sorozat több mint két évvel ezelőtt született meg. 2012 nyarán meghirdettük a művészek körében, hogy aki úgy érzi, hogy tud ilyen művészeti alkotást létrehozni, az jelentkezzen. És akkor elkezdődött az együtt dolgozás folyamata, épp és sérült művészek dolgoztak együtt, Magyar Nemzeti Galéria falai között. Akkor 20-20 művész készítette el alkotását, majd egy szigorú zsűrizés után kuratórium döntött arról, hogy mely alkotások lehetnek a tárlat részei. Hogy mindez megvalósult, nagyban köszönhető a Polifarbe Kft.-nek, akik festékeket és ecseteket adtak az alkotóknak. Szabó Antal ügyvezető igazgató úgy fogalmazott, nagyon örül annak, hogy a festékek alkotásokban élnek tovább. Az egész kiállítást a sajátomnak érzem. Valahol az én gondolkodásmódomat, a filozófiámat és a Polifarbének a gondolkodásmódját tükrözi vissza. A budapesti kezdeményezés nagy sikerű vándorkiállításán nőtte ki magát, mely hatodik állomása a Győri Rómer Flóris Múzeum. A tárlat 11 mozgássérült művész, valamint 7 épp alkotó és egy graffiti művészekből álló csapat műveit mutatja be. A Magyar Ispita emeleti kiállító terében az Újrafestett Valóság elnevezésű tárlat várja a látogatókat, ahol a nonfiguratívtól a figurális festészeten át az absztraktig nagyon sok színes, míves munkával találkozhatunk. Mozgássérült és épp képzőművészek alkotásait láthatja az érdeklődő. A kiállítás fő üzenete, hogy az emberek különbözősége érték, amely gazdagítja világunkat. A tárlat mellett elsétálva pedig mindenki jól láthatja, hogy a szellemi és művészi készségek nem ismernek fizikai korlátokat.